Immáron 11 éve nem létezhetne csip nélkül kutya, hiszen törvény írja elő, hogy a tulajdonosnak ezt a beavatkozást kötelessége elvégeztetni. Jelenleg 223 négylábú él az állatmenhelyen, és mindegyike csip nélkül került oda. A szükséges oltásokat és ivartalanításokat a menhely végeztette el. Az idei szilveszter sem volt egy könnyű történet. A szilveszteri időszak alatt körülbelül 30-40 kutya futkározott a városban. Itt most csak Szekszárdot értem, de ez a környező településekre is igaz. És a szilveszter napján 3 kutya került be hozzánk. Tegnap 1 kutyát visszavittünk, nálunk maradt 2 napot, mert idős gazdái voltak, és nem tudtak úgy rá figyelni. 2 kutya van még nálunk, ezen felül 6 kutyának segítettünk hazajutni, úgyhogy megnézték a mikrocsipét, segítettünk megnézni a tulajdonost, vagy mi felismertük. Fies Szilvia elmondta, hogy még mindig hoznak elkoborolt ebeket a menhelyre, melyeket a mikrocsip alapján beazonosítanak és segítenek a gazdájukhoz eljutni. Továbbá a csatári torokban található benzinkúton is van egy ingyen használható kutyacsip leolvasó, melynek segítségével könnyen beazonosítható a megtalált és csippel ellátott négylábú. Vannak édesanyák, akik a kisgyerekeik miatt mérgesek voltak, mert a gyerekek szegények nem tudtak pihenni, nem tudtak aludni, de ugyanúgy igaz ez a beteg emberekre is. És azt mondják, hogy miért háborgunk, hiszen csak 1 napot kell elviselni, na pont ez a baj, mert nem 1 napot kell elviselnünk, hanem 1 hetet, mert elkezdik mondjuk karácsony után 26-án vagy 27-én, és tegnap este még mindig hallottuk a tűzijátékokat. Tehát, hogyha betartanák a jogszabályokat, akkor valószínű, hogy mi kutyások is könnyebben tudnánk alkalmazkodni, mert hogy 1 napra bezárjuk a kutyát, azt még meg lehet csinálni, hogy 1 hétig zárva tartani egy garázsban, vagy egy bárhol, ha valakinek kinti kutyája van, az nem egy egyszerű történet. Nyilván a gazdáknak is felelősségük van. Jelenleg minden második magyar háztartásban van minimum 1 házi kedvenc, tehát sok embert érint a probléma.